Az Ariander, az, az lesz az. Hú, geci. Azt amikor megöltem streambe, az epikus pillanat volt nekem. Ott azt hiszem másfél óráig tartott. Másfél óráig csapkodtam azt a kurvát nevet. Még a Nio 2-est is ki kéne játszanom, srácok, az el vagyok maradva. A Nio 1-es már lement streambe. Arról videós bizonyítékaim vannak, hogy az streambe megvan. De a Nio 2-es az még kimaradt streambe, úgyhogy azt is már egyszer végig kell nyomni. Másfél óráig két volt, dehogy is. Nem, az most összekevered. A másik DLC boss-t megöltem másodjára, azt a piros ruhás dance-es csávót, nem tudom milyen csávót. Azt másodjára sikerült megöltem. De át akarok élni minden epikus pillanatot, Civar. Csak az a baj, hogy az nem a egyszerű. Ja, és aztán meg a sárkányú szenvedtem. Igen, azzal a kibaszott sárkánya. Mert mondtál nekem, de figyelj ide, bazd meg, itt van egy titkos bosszám, egy sárkány. Na, azzal is szenvedtem majd két órát, mire megöltem. Azaz, az a midír, geci. De a DS1, DS2-ben nagyon büszke vagyok, mert tényleg az összes boss-t, a DLC boss-t, a rejtett bossokat is megöltem, úgyhogy a legnagyobb stílus, hogy az minden megvan. És már DS3-ban is mindenkit megöltem. Úgyhogy... What the fuck? Jézus Szent Szűze Mária Nicolettus, ő 100 szívecskéde benyomván. Szia, jó az a délután állás a gyerekekkel, mikor felébredsz. És azt se tudod, ki vagy. Most a gyerekkel. Nagyon szépen köszi a 100 szerelmet, Nicolettus, szia. Hello, hello. Nagyon szépen köszi, Nicolettus. Lekötelezel. Használd a kapcsolót. Le van zárva. Úristen. Platformer. Hát, azért ez nem egy Megaman kategória. Dávidnak eljutott, nézd meg. Egy perc után, de semmi baj. Nem az a rögtön. Ja. Úgy érzem magam, mint most az 50-es randi van a csaj, hogy meg kell néznem egy videókazetet. Mit csináltál, ástél még erős? Akkor, hát azért, mert így átugrottam. Akkor nem ajánlom neked 50-es randit, az meg most már megbaszottam. Mi az? A Megaman. Hát az nem is, de az Ori az jó. Á, Ori azért teljesen más, mint egy Megaman. Hát hogy ne lenne már más. Én is így szoktam magam érezni, mikor lett össze reggelente, ne aggódjál, nem tette. Konkrétan leülök a ágy szélére, és 10 percig bútol a testem. Mindenkor bekapcsolod a számítógépet, és bútol befelé. Na, nekem egy Windows 91... Windows 91-es operációs rendszerem van, úgyhogy már elég lassan bútolok be reggelente. Na, Szivar, azért nem összes Megamanben volt, nem tudom, hogy meddig követted a Megaman pályafutásomat, csak a Megaman első pár részében volt, hiszem a háromig, vagy nem is tudom meddig, vagy négyesig. És aztán már nem volt ilyen visszatöltődgetés. Hítam a játék adta lehetőségeimnek. Igen, Orik az a kurva jó gémek. Születésnapomkor megpróbáltam a 2-es. Bár én azt már kivittem. Csak úgy az is bevagolt nekem, úgyhogy...
azt a horror szosztum szülcsinak csinálni. Amúgy igaza van Skendó testvércnek. Még elején lefejtettük a játékszabályokat, érted? Aztán most már nem éri neked mondani. It was here that I killed them. A billion lives to power a machine. Da-da-dee-da-da-da-da-da. Holy, holy, holy. This way, come on! Jó, ez semmi. Úristen, használd Eden 6 talapzatot. Jézusom, hol vagyunk, bazd meg? Hol vagyunk? Ez mi a fasz? Egy szinten fentebb jöttünk akkor. The machine nearly has enough power to seal Pandora. Keep going. Last one, Vault Hunter. This way. Stay sharp. Ja, amúgy igen. Erről szólt a 11 rész, amúgy. Erről szólt a 11 rész, de nem baj. Én élveztem amúgy. Attól függetlenül, hogy... valaki néz egy lézerrel amúgy messziről. Mit csinálsz? Valaki néz egy lézerrel messziről. Valaki néz lézerre? Nem látod, hogy engem? Ja, látom. Na hát, de most mi? Ide, menjünk. You're not gonna stop me from getting to the destroyer. Juhuuu! Don't know what you're doing, Starlight! Don't know what you're doing, what you're doing, what you're... It literally eats stop! Not if I eat it first! Nagyon kapják. Amúgy eskü, hogy élveztem meg a meneket. Csak az volt a baj, hogy sok volt egyszerre. Mert úgy határidőre mentem, és egyszerre sok volt ez a 10 megamen, amit ki kellett pörgetni. Úgyhogy nekem csak ez volt a probléma valahogy, hogy hirtelen kellett megcsinálni mindet ide. Az életem egyik legdurvább kihívás volt. De ezt fanbutkomban is mondtam. Didurs, didurs! Nagyon kapják, ezek a kis buzik. Didurs! Amúgy magamtól én sem játszottam volna vele. Ha nem vagytok ti, hogy itt nyomassátok nekem a Megament folyamatosan, hogy játszok vele, hát szerintem én a életben nem játszottam volna vele magamtól, szerintem. Talán a 11-el igen, mert az érdekelt, az jól nézett ki, felújított változat, életben nem játszottam Megament, de az úgy érdekelt engem így első évükre amúgy. Amúgy azzal basztam el, nem? De nem? Vagy nem tudom, hogy az, mert onnantól jött az, hogy úristen, akkor most ki kell vinni minden tizet. Igen, Megament 11-re kezdődött, azt tudti. Az volt az első, amit kivittem. És azt is kész streambe. Igen, emlékszek rá, Skendo, emlékszek arra a pillanatra. Ha
nedves kút. Úristen, milyen jók a nedves kutak. Szíra. Buona szíra. Ána mimo señorita. Én azzal voltam tisztában, hogy nagyon nehéz lesz nekem. Ezzel álmodtam reggelen és éjjelente. Dies durs. Töltény, gyorsan papinak töltény. Az meg lemaradtak. Lemaradtak! Jövök segíteni, mert itt el vannak maradva itt a fiúkák. Mindegy lász fegyver. 431-es. Az igen, úristen, ezt ne kapják! Azt mondja óra, hogy ideje állni. Imádom. Az is legjobb, amikor fekszek ágyban, és rözzen egyet óra, és kírja, hogy ideje állni. Fölállok elmekugyozni, és kírja, hogy gratulálok, teljesítetted a kihívást. Amúgy igen. Igen, a legelső résznél volt az, hogy úristen, hogy most vagyok első részbe, és még kurva sok van hátra, hogy elérjem a tizediket. Főleg úgy, hogy a Scando első résztől kezdve nyomta a fejembe, hogy de Zoli, feladhatod nyugodtan. Nem kezd el játszanod. Ne basszad magadat célje. Nyugodtan add fel a faszomba. Szóval, mint egy kis ördög ült a vállamon is nyomatta nekem ezt, érted? Persze, hogy komoly, most is ott van, kiírta, hogy ideje állni, álljon fel és mozogjon egy kicsit egy percig. Hát, most is ott van, írja. Ja, hogy ti megbeszéltétek ezt Szivarra? Aha! Értem, hogy itt voltak ilyen izék. Ilyen trükkök, tervek. Értek mindent. Nem tudom, miről beszélsz, Twitch. Nem értem ezeket a politikai megnyilvánulásokat. Én nem vagyok ebbe benne. Na, most kezdődik az utolsó küldetés. Most kezdődik a tánc. Tannis, is it working? Tannis! Igen. Volt ilyen. Az óra állított. Nem, amúgy nem azért mentem ki úgyozni, mert azt mondta a óra, hogy álljok fel. Azért mentem ki úgyozni, mert kellett, érted? Csak aztán óra ilyen bejelezte, hogy gratulálok, teljesítetted a állás kihívást. És aztán amikor mostam kezet, akkor kiírja, hogy 20 másodpercig kell mosni a kezet. És amikor mosom a kezemet, és amikor... Igen, vagy azt hiszem, amikor törlöm meg a kezet, vagy mosom, nem is tudom. Elkezd visszaszámolni óra 20 másodperccel automatikusan, érted, hogy 20 másodpercig kell mosnod a kezedet. Jézusom, Brandon! Halló? Hát, ez egy kicsit ledobott. Brandon, az kilépett a játékból! Nekem ilyen nagyon okos órám van. Jövök már.
pont itt hagyta a nagy harcokba. Egyszer volt olyan hasznos funkciója ennek a órának, az is pont azt is elmeséltem nektek, hogy két hete pénteken, vagy egy hete pénteken, nem is tudom mikor. De itt vagyok én is, nem? Ja. Engem oda dobott, csak ide jöttem. Szóval ugye két hete azt csinálta óra, hogy bejelzett nekem D-be, hogy már 6 perce 140-es pulzuson van, hogy riasztás, hogy életveszély more. És akkor tényleg figyeltem magamra, hogy minden ilyesmi, hogy mi a fasz történik, hogy miért van ennyi kúzusom. Dias Durs! Szex közben nem. Szex közben nem megy 40 fölé a pulzusom. Vagy 140. 140 fölé. Ha 40 fölé nem menne, akkor már hol tennék, baszki. Na, keressél linket, Twitch. Így van. Itt tudjuk, mikor kell kiszállni a mérkőzésből. Mikor kell feladni, bazd meg. Mikor kell fehér zászlót lengetni. Magány banya. Így van, Nikolettus, így van. Én full nyugodt ember vagyok a életben is. És nem szoktam ilyen dolgokon stresszelni. Jó, hogyha meleg van, akkor oxigénpalack azért kell, érted? De amúgy minden rendben van. Halljál már meg! Mi a faszni? Fegyél már meg! És nem hisz nekem ember! Nem hisz nekem ember, de ez így van! Ha volt, hogy majd megfulladtam, ezért nem kaptam levegőt, mert a hülye meleg véget. Amikor addig nyomod, amíg elálljusz, érted? Mikor volt a jelenet, hogy a fős ránehezedett a fősödre, fősnőre, és nagyon akarta szeretni, és az óra elkezdett csopogni, hogy ajaj, megy fel a pulzus, és jön az öldökről. Nekem van szokott lenni, hogyha óra van a kezemen, hogy SOS jeleket küldenek. És küld a óra amúgy. Mert benyomódik. Amit én nézem meg, ez nem a valós torna háza. Jó, hogy Ariel Tournament. Jó, hogy Ariel Tournament, hát ezt ismerjük. A gyerekkorom egyik játéka volt. Végtelen harc. Bam, 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 bam.
Oda néz! 36-os szint lettem. Pont a végére. Almost done. Mi volt ez a hang? She's here. Ilyen hang. Volt ilyen hang, hogy... Oh! Mondom, hopp! Ja. Ki is fogytam amúgy. Már megint? Kifagytál vagy kifogytál? Fogytam. Pandora's gonna be ripped apart. De már ma nagyon nagyot hallasz. Valami volt. A szopás süketét, ugye? Bizony. Lilith, I may have a shortcut to where Tyreen went. This machine works across interstellar distances. Must be a way. Yes, I can use the connection to Pandora to form a portal. És az órádban meg megszólal egy hang, milyen típus az orvos vízhez. Ne, nem. Csak ugye van kettő gomba órán, a felső és az alsó, és hogyha alsót letartod, így, akkor kijön, hogy ez sziréna, sziréna visszakövetési iránytűvel és segélyhívás. Úgyhogy mindig ez lesz ott egyetlen basszatni. Na gyere, ugorjuk be ebbe a gömbbe. Mi? Ja? I won't let you down, Commander. It's been an honor. Okay, this ends on Pandora. Destroyer's Rift. I have need of you, beast. We're counting on you, killer. The destroyer is ripping the planet apart. You have to stop Tyreen. Pandora's always been a hellhole, but it's our hellhole. Sok ír. Nagyon sok pénzír. Skendó testvér. Már én sem vennék még egyszer. Valószínűleg. Ma volt mindenféle izé, Samsung órám, azt hiszem három Samsung vacsom is volt. Bent is van egy a fiókba. De amúgy, amikor én vettem, akkor 1000 euró volt. Így van, a összes vagyonomot okos órába fektettem. Tudjátok, hogy ilyen technikai buzi vagyok, és minden szart meg kell venni, bazd meg. Az, amit szoktatok látni itt a streamben is, hogy ki van írva, hogy mekkora a pulzusom, az is a óráról megy. Folyamatosan. De az tényleg kurva jó volt, amikor kint voltunk a 33 vagy 34 fokba, amikor kurva meleg volt pénteken. És tényleg dögmeleg volt, és pont ettem ebédet délbe kint a levegőn, érted, és egyszer csak riasztás, nézem órát, és azt írja, hogy már percek óta 140-es pulzus van, hogy egészségügyi faszom tudja mi van, úgyhogy valamit csinálják magamban. Mondom, Dick, mi van? Még értem is lát. Azzag leestem. Nem baj az. Na, csak meg kell basszni ezt a csajt is. Hát azért mondom, Nikolettus, hogy valószínűleg én sem fizetném ki még egyszer. Az nagyon sok pénz. Asztok. De ugye ez Apple. Úgyhogy nekem a Starfield egyik kiadásához adott okosóra tetszett, csak sokba van. Starfieldhez a... Jézusom, mi a fasz? A pusztító! Mindjárt nézem. Csak éppen óriás küzdelem van. Aztnak ugye a pályát én nézi, nem? Haha, az fasza. Ez jó lesz, akkor előre kell kezdeni, mi? Na, bazd meg. Nem, megöltem egy madarat. És milyen gyártó ez a óra, mert nem jaj, baszki, megnyomtam a pustodákat. Milyen gyártó ez a óra, szivar? Már nem látom. Megyek, már tartsák ki! Ugyanez a óra van a játékban, az kurva vagyok. Pont néztem ezekkel a kézi konzolokkal kapcsolatban, bazd meg, hogy már Lenovo-nak is van kézi konzola, bazd meg. Bazd meg, egyik elkezdi, és már... Á,
Én ettől ki vagyok. Most hova kell futni? Ja, jó. Pont ma dobta föl nekem a internet, hogy már Lenovo-nak is van kézi konzolja, érted? De az, amit a PlayStation csinált, a kézi konzol, az konkrétan nonsense. Nem is értem. Szégyen. Nem tudom, mennyire mennek ezek a órák, ami most nekem van. De biztos olcsóbb már, mint amikor ilyen. Már az se egy éve vettem. Mászni? Hova akarsz mászni? Azt mondta, hogy climb. De hova? Győzd le, nekem az van, hogy győzd le, Tiren. De rá kell mászni a hátára? Nem tudom. Lehet. Aha. Azaz. Ma lehet ütni. Na már megint izé, rá kell mászni. Hűtöttem a agyveleit. Itt van ez a büdös kurva, most láttam a testét meg itt. Van-e? Ahu ne. Előjön néha. Hűha, ez valami nagyon nagy turpissájára készült. Ajaj, ez baj. Hú, ez pont el tudom előre. Íííí, bazdmeg, én be is nyaltam kettőt is. Föl tudsz kelni? Vagy hasz? Nem, nem, szerencsére nem tekintem le. Ja. Az öld meg a kurvát! Ott van. Nem utolsó bosshoz, ugye? Nem, nem. Na nézd meg, remélem Lilith lesz a gonosz most. Most már tüzi tűzereje is van. China. Aranysz. Porszívó. Kis pisztolysz, aranysz. 1256-os sebzés. Mi a fasz? You did it, killer. She's gone. Well, would you look at that? Aha, kettő tudok lőni ebben a fegyverre, hát ez csodálatos. De nagyon durván ki néz ki. Ki kell fosztani a kamerát, Brandon! Akkor menjünk utolni. Brandons. Meeting time. Szóval, hogy a PlayStation csinált a kézi konzolával, hogy most csináltok egy kézi konzolt, amivel semmi nem más nem lehet csinálni, csak az, hogyha te otthon vagy, és hogyha le akarsz szűni a ágyra például, vagy akárhova, és kezedbe fogod ezt a kézi konzolt, és össze tudod kötni a PlayStation 5-öddel, és akkor úgy tudsz vele játszani, érted? De anélkül nem tudod használni, és ketten sem tudjátok használni, hogy valaki a konzolt, valaki a másik a kézi konzolt, és konkrétan annak semmi értelme szerintem. Hát itt lófasz nem volt. Esti fényszer.
Na, kapta egy ilyen pisztolyt, amit odaadtam áramos. Meg ugye, amit utána találtál a zöld trutyis. Ez meg robbanós, ugyanaz csak robbanós. Aha! Cserélünk? Mit akarsz már megint? Nekem van a fegyver, ami 1200-as sebez, látod ilyen? Egy lövés. Milyen egy lövés? Hát egy lövés 1200-as sebez. Ez a lövés. Mindegy, cserélj. Gyereknek. Ezeket a pittolákat használtam egész játékban, kell nekem. Kell nekem! De arany? Persze. Arra, hogy kell dobni? Azért ez baszóbb. Ez baszóbb, amit adtál. Ez nagyon jó lesz a papesznak. Ja, hogy berakta. Úristensz. Nagyon szép. Kijátszottunk, úgyis ide adsz mindent, mert én nyomom tovább a gammát. Aha! Jó van akkor. Na, azt mondja, hagyd el a kamrát, igen, beszéljünk Tanissa, gondolom. Úristen, kamravadász, megcsináltad! Hard maybe. You got your powers back. Feels good, right? I spent a long time without them. Erre itt mindenki boldog. És akkor most jön a final misszió. Ucsót neki. It's over. Mindjárt kivittük a játékot. Kinyomjuk ezt is, baszki. The vault is still opening. Elpis is tearing Pandora apart. How do we stop it? Very simple. We can't. Not unless you know a way to remove the moon from the sky. Moon, the moon, the sky. Run towards the fire. Sanctuary is yours, Ava. Be ready. Oda néz, hogy fut Lilith more. What does Lilith think she's doing? Closing the Great Vault. She's saving Pandora. That could kill her. She knows. Nagyon nagy feláldozásokban van a csaj. Nagyon nagyon adja most neki. She's the Firehawk. Na, Obi-Wan a gatyás itt van. Hát ez nagyon kellett, hogy ez. Aha! A nagy készfogásokban vannak mindig! Ne. Jó, ez nem azt jelenti, hogy buzogálnak, ne aggódj el. Csak félek érte. She's gone. Igen, ez a hajléktalan Obi-Wan verzió. Not entirely. She's lighting the way. Wow, nagyon durván néz ki ez most. Noni. She's just a girl and she's on fire. Nee.
Ez most komolyan vége, baszki, most tetted oda a fegyvert. Bassza meg! És pont ezt a zenét rakják ide, érted? Egyáltalán nem copyrightos a zene, á, de hogy... De amúgy tényleg illik hozzá, mert ott pont azt érte, ami történik. Hát. Hát srácok, a négyben már nem fogunk találkozni időjétben. Figyelj, visszahozhassák érteni, ez egy nyolc, tudom, időt utazunk meg, tökön tudja bármire. Hát kivittük a játékszot, azt kell, hogy mondjam. 7 órába te. Hát ez kidúrva. Ennek is vége szakadt, srácok. Elég sok stream volt. Elég sok streamet nyomtunk belőle, nem? Nem is tudom, 4-5-5. Szevasztok, in hello! És Arki, téged érdekel, hogy copyrightozzad ezt? Ez a 5-dik? Ja. Szerintem 5 stream volt belőle, nem tudom. Hát 4,5 akkor már. Kb. This girl is on fire. Oh, 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 oh. Legalább hallunk egy jó zenét most! Ajaj! Na bazd meg, pedig én még totál fő voltam, aztán még ezt a fegyvert ki kell próbálnom, amit most adtál nekem eddig. Fő voltam készülve itt ilyen nagy izére még, utolsó feladatra. Sztori után is van élet. Na, ha nyomsz egy eszképet, akkor ki jössz belőle amúgy. Hát akkor menjünk így útnek a szobájába is. Azaz, mert térj vissza Sanctuary-ba. Csapjuk rá a párnájára szerintem így utoljára. Mostantól a Lilith szobája miénk. És most, ha minden igaz, kinyit egy olyan funkció, ami csak a játék végén nyílik, nem? Van olyan valami. Egész végig azt írt, hogy a játék vége után nyílik meg. Igen, igen. Hát amiket írt ki ilyen kihívásokat, mint a teljesenek, aztán most mindent megkapjuk meg. Aztán, de lehet ez még a Lilith szobájában vagyunk. Kamra vadász! Még nincs, még mindig le van szállt, tehát még nincs vége a sztorinak. Even I enjoy a change from time to time. Nincsen vége még a sztorisznak? Még nincsen. Din, 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 din. Hát ha lehet, hogy ezekkel beszélgetünk, aztán úgy lesz vége. Várj, hova megyek? Ez a egyes szoba, jó napot kívánok! Úristen, milyen láda van itt lezárva, láttad, Dávid, észrevetted? Jóó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 ó
Van a... Tartagosod már kezelette. Aha. Úristen! Nincs ott csak ki. Biztos piros fegyver lesz benne? Nekem három lila. Mi a fasz? Három arany. Hold, azt neked ad klasszmodot. Meg egy szar shotgun. Kettő shotgun. Basszom. Basszom, piri fegyvert, azt adott volna azért egy piri fegyvert.
Beszélj Tanisszal. Hol vagy, Tanisz fiam? Using my enormous intellect, I have sussed out the purpose of the artifact you discovered inside the vault. It is an advanced guardian mind core. I've created a neural adapter that will link it up with the ship's fast travel system. Please do so now. Where did that come from? The Guardians used that mind core to Helyezd el az Eridian erekét. Simulations of alternate, more chaotic universes. At least I believe they were simulations. It's unclear, but don't be too concerned. Any paradoxes or reality leaks should either be solved. Zűrzavar menü megnyitása. Az űrzavar mód. Zűrzavar módban nagyobb kihívásokkal nézel szembe, cserébe több jobb jutalmat kapsz, és nagyobb eséllyel eshet ritka tárgy. Az űrzavar minden egyes lépcsőfokával tovább nő a jutalom és a nehézség. A magasabb zűrzavar szinteken nagyobb kihívás jelentő módosítások kerülnek hozzáadásra. Ezek a módosítók őrült és veszélyes dolgokat hozhatnak be. Hoppá. Ez azt jelenti, hogy ezzel nehezítsük a játékot? Hát igen, végülis ugyanaz, csak nehezebben fogod kinyomnia. Csak a jobb cuccokat kapsz, igazából annyi. Amúgy elmondom, hogy rögtön kettes zűrzavar szintet tudom rakni a cuccot, nem? Egyesen nem is lehet. Jó, hogy jelenleg... Szerintem az volt, most nyomtuk ki egyesen, nem? Nem. Plusz 4% 400% életerő, plusz 400% pajzs, és plusz 400% páncél. Micsoda? Hát igen, de az enemik is baszóbbak. Most szerintem amúgy mi most, hogy behelyeztük ezt a egyes lófaszt, ezzel nehezedett a játék egyesre, de most még fölraktam kettesre. Szóval enemynek plusz 400% élete lesz. Ja, de aha, még mindig nincs vége a sztorinak. Igen, valami, jó, én ezt visszarakom egyesre szerintem, mert meg tudom pusztulni. Mit mondott? Frissítés nem lehetséges, szövetséges jelenleg menüben van. Faszom a dac. Kivépsz a menüben, légy szíves? Vagy menüből? Oké. Okay. Jó, egyes szint elég lesz nekünk ez kipróbálása. Menj Turner rendelőjébe. Diablo 3-ban abban a pillanatban izé, abban a pillanatban főraktam a legnehezebb fokozat, amivel lehetett játszani. Ezek a szövetségesek mindig ezt csinálják, igen. Ping! Ping! Mindig a menübe bóklásznak. Nekrolófasz. És igen, kihalás széle. Ideje. Na, egy piros fegyvert adjál papának, azt meg akarom nézni majd, milyen ez. És kíváncsi vagyok, hogy így mennyivel nehezebbek enemik, hogy most egyes ilyen... Látod, ott a 36-os, és a szintem alatt ott van, hogy ilyen pokoli szint van. Yeah, és úristen, felhasználhassuk a tokeneket, ott van őrző rang feloldva. Dávid. Hát nekem még mindig azt jön, hogy end of, hogy locked until end of the story. És egy tokenem van beváltása. De én már tudom költeni a pontokat. Te már tudod őket használni? Aha. Ti? Én miért nem? Tizenöt token. Hát csak egy tokenem voltam úgy, úgyhogy szerintem most fogunk kapni tokeneket, hogyha ilyen hülyeségeket csinálunk. Nekem még mindig azt jön, hogy nem fejeztem be a sztorit. Na várjál már, te most nagyon elmentél. Én addig csináltam a dolgokat, te meg már mész a izé felé. Küldi-müldi felé. És most megjelent ilyen lila csík. Gondolom az a, az a, az a token szintmérő. Na milyenek erre vik? Hát egy kicsit erősebbek, de nem vészes. Na azt mondod, főrakhatom kettesre?
Vaj, mert még nem találkoztunk Bedesszel, meg ilyenekkel. Érdekes így, amúgy, hogyha adna folyamatos feladatokat, újakat, akkor az tök jó lenne amúgy. Spero! Spero! Én nem értem, hogy nekem miért nincs még mindig kész a sztori, azt jön nincs kész. Nem tudom, azért mert csüba fejed van neked azért. Oda nézd, hogy becsöngetett Dávid. Ding ding! Greetings, prospective patient. I sense why Sperling Grouse sent you, and I can help. But first, are you in a consciousness-centered place? Mekkora lett ez a szörnyem tehát? Ilyen nagy volt? Sure I am. Ah, but is your energy problem? Mint a fejlődött volna. Igen, úgy néző is, mint hogyha nagyobb lenne, nem? Nem volt ekkor a feje. Azaz, okay. Megnőtt a feje neki. Na nyissátok már ki azt az ajtót, hogy szopjam ki belőletek a lelket, Dementor. Aha. Igazgass meg az energiádat. Mi van? Kicsit balra. Ez szopat most? Jó, ez szopat. Na végre. Lezárva. Piros. Piros ez a fegyvert kérünk. Jó napot kívánok. Your first diagnostic session is free. After that, I charge a nominal fee of 1000. Ez valami egészségügyi droid. Now, itt vannak a droidikák. Le kell feküdni a kanapéra? I am unable to do that. As you wish, your path will take you where it must. Anyway, feküdj a kanapéra, hát nem tudok. Most mondta a karakter, nem tud. Ja. Használd azt a festéket ott és bolondulj. Mi van? Mi ez a keleti zene, bazd meg? Meg kellett ütni amúgy. Now paint whatever is in your heart, your soul's heart. Most fesd le, ami a lelkedben van. És én hol a faszomba vagyunk, valami zen táborba? Ez van a lelkembe, bazd meg. Ez. Jó, meg vagyunk, fiam. Végeztem. A műveidből úgy érzem, hogy az erőszak és a anyagiak megszerzések végtelen körforgásában érzed magad. Az igaz. Hát a Nicolette! Szia, hello! Nagyon repül az idő, 8 hónapja vagyunk szerelmesek egymásba, úristen! Nagyon szépen köszi a 8. hónapot, Nicolette! Csók neked, nagyon szépen köszi a 8. hónapot! Hát bizé, nagyon repül ez az idő. És egy fehér pisztoly, hát ez... Congratulations, amit 51-es szintnél lehet használni, Dávid. Mi? 51-es szint. That you are something of a jerk. Yes, yes. You're expressing yourself. It's time to start your treatment. Listen carefully. You must trust me completely for the treatment to work. Köszi szépen a 8. adivalet, köszi. Under no circumstances should you resort to violence. Perhaps. Ez egy homeopatológus. Homeopatológus, az mi a fasz? Totál zenzene van, nyugodjunk meg a picsába, érted? Túl sok erőszak van bennünk. Hallott itt valóban. Jézusom, megtámadott! Az igen. Hát ezt a lap meg ki. Sokáig nem gondolkoztam rajta. Addig milyen tévéd van neked, Morek? Na nézzé. Itt azt talált nézni a Netflixet ilyen közel.
No add át a memóriát Sparrownak, gyere. Anybody? Ellenséget akarok már, hát lőni akarok ebből a fegyverre. Háromezer-háromszázas pajzsom van nekem. 4760. Jó, akkor én nem szólaltam meg. Ez Dávid fiú csalik. Ez olyan volt, mint amikor a... a háromnegyedik vágány, vagy hányos vágányba megy? Jaj, úristen! 9 és 3/4 vágányba átmész, igen. Na jó, csináljátok már valamit magatokkal, mert ölni akarok. Ölni kell. Mikor lesz már vége a sztori? Hát én szerintem a sztorinak ma vége lett. De nekem még mindig nem engedi azt. Fogalmas sincs, miért nem engedi neked, de szerintem ma vége van. Guardian rankot vagy mit. Jó, azt mondja, menj a templomsba. Na menjünk a templomsba, kérjünk le izét, Jargánt. Meg úgy meg kell nézni, hogy a autónak milyen fejlesztése jönne, mert biztos kaptunk autóba is fejlesztéseket. Nem néztük. A vonat nem vár. Elindult már. Na nézzük. Azt mondja, hogy itt Nuku nincs. Csics. Akkor ebben a lófaszban nincs semmi. Igen, ezt tudjuk, hogy ilyen van. Aha! Jó, itt van a hatalmas kerekek. Olyan fejlesztést kaptunk, hogy hatalmas kerekek. A nagy kerekek javítják a kezelhetőséget és a tartóságot. Az nagyon szép a hatalmas keréksz. Repülőhajtó, egy teherautó hátul erősített sugárhajtó, mivel semmi baj nem történt. Egy kis időbe telik, amíg feltöltődik, de megéri a várakozást. Micsoda! Az igen. Na ezt ki kell próbálnunk, ezt az autót. Azt mondja, hogy ezt add ide papinak. Az anyámat oda nézi. Ha mekkora kerekeim vannak, more? Sugárhajtás mű. Csak az a baj, hogy... Az a baj, hogy így nem kanyarodik. Hát igen. Mondja le irányt, vagy merre megyünk, légy szíves. Forduljál balra. Mi? Balra, nagyon balra. Jó, fölrobbanunk. Ennyi volt autó. Köszönjük szépen. Ez nagyon szép volt. Megérte? Csapat kihívást teljesítve. Nagyon messze kell gyalogulni? Hát, nem olyan nagyon vészes. Na, az a lila szintem, amúgy van neked már lila szinten? Vagy van olyanod? Hát legalul van valami csík, de... Nekem az... fölül van, a sárga csíkon fölött van egy ilyen lila csík. Akkor nincsen. Nem tudom, nekem valahogy be van bugva vagy. De nincsen Guardian rankom se, azt írni nincs kész, sorry. Hát, hogyha ránézel a streamre, akkor látod. És az a halálfej, az ott van neked, az a egyes szint? Az ott van, de olyan lila csíkom nincsen. Helyezd el a csapdát.
Úristen, ez egy szellemcsapda. Itt vannak a szopófantomok, gyerünk! Szeci! Pocket rats! Jó, azért még kapják, hála égnek. Bár erősebbek, az biztos. Ugrálnak, mint a vakkecskék, geci mindenfelé. Töltsd fel a csapdát szellemekkel. Aha. Hú, egy jó szellemítós játékot adnék most. Van olyan is lesz. Epikán nagyon lesz támogatott valami, hogy idézem. Szerintem meg kéne próbálunk a kettes szintre fölrakni a szart. Még több tutóbbja. Pusztítsd el a ciklont, pusztítsd el a homokfutót. Jó, ezek az autókat kell elpusztítani. De amúgy ez így... Pusztítottok el őket. Hát igen, amúgy. Folyamatosan adna így küldetéseket, akkor az kurva jó lenne. Szerintem most amúgy a sidequesteket adja be fel, amik fel voltak véve. Nem, szerintem sztorikat, nem? Vagy nem? Már nem is néztem. Nem, hát én úgy láttam, hogy a sidequesteket adja, amiket felvettünk. Ja. A vonat nem vár. Elindult már. Csak így most a mellékküldetések is érdekesebbek, mert ugye nehezebbek a enemy. Köszönöm a szót. Dédursz. Mi az áram? Úristen, ez valaki bassz! Meghúltam. Szedlek, amúgy. Ja. Az a baszócik van. Térj vissza a kutatóközpontba. Azt most már kicsinálom. Adjál neki. Zaj, baszol, ízó. Vere be, mert nem bízva le. Azt hittem, ad valami jót, nem mindegy. Azt kell megnézni, hogy ezt a szintet, ezt csak a izébe lehet-e főrakni. Sanctuary-ba. Gondolom csak ott. Persze, valószínűsítem. Azok, hogy rossz helyre jöttem, szerintem. Én meg meghaltam. Rám jött két ilyen kocsi. Semmi baj, teleportszálja, és akkor hamarabb odaérünk mindjárt. Nem tudok, már folyamat ölnek. Now
Csoda, helyezd el a fegyver alkatrészeket. Jaj, le ne essél, bassz meg. Vagy én fagy kaptam. Ha milyen fegyver lesz ebből? Helyezd el a csapdát. Ez ilyen szellemfegyvert csinálunk belőle, hogy a fasz? Vissza! Micsoda! El kell bújni, mert fölrobbanunk? Az jó. Küldetés teljesítve. You've got a fancy new dark cannon, don't you? Get out there and kill some Malawan, you force of nature. Nincs ki a raktárhelyiséget. Maradj itt, elugrok, ha bár te is fogsz jönni, akkor el kell menni Sanctuary-ba főrakni a nehézséget egyet. Nekem újra kéne csatlakozni, vagy nem tudom, bár ez így nem jó, nekem na, nincsen Guardian rakom, vagy semmi. Valami nem jó. Csatlakozzá! Glad to have you back. Na, azt mondja, hogy... Mission that will appeal to your sense of adventure, as well as your trigger finger. Come to my lab. Jó. Hol van az a nehézség szint akármi? Tess, Tess! Hey, Vault Hunter! Have we got an opportunity for you? You don't want to miss it! És hogy a faszomba találja meg ennyi szar között? Tudod, hol volt ez a nehézség szint rakó? Na hol? Mi? Na hol? Mi? Na hol? Na hát ez a kérdés, hogy hol? Ja, azt hittem, hogy ilyen költői. Nem, hogy hol van ez a kurva szintrakó? Persze, azt tudom. Na hol? Hát vizuálisan tudom, és hogy mondjam el, a izébe egy tent jövöl. Jó, te nagyon nagy vizuális vagy. Elmensz a izébe, és akkor ott lesz a izébe jobbra. Mhm. Uh-huh. Köszönjük szépen. Jövöl így. Itten vettük fel, ugye itten kigyöttünk. Hát de nem is jelzik. Ide kell gyönni balra, és itt is van. És nem tudod fölrakni kettesse? Én nem. Nem az enyém a game, hanem a tiéde. Aha. Na, ugye, hogy bagos volt ez a szar. Guardian Lenkenglog. Megint nem tudok frissíteni, megint nem menni be vagy bazd meg, hát én leszakom magam. Szerintem annyiszor nem nyitottam meg a inventory-t, mint te ilyen egy perc alatt. Jó, még mindig a menübe van. Nem tudom, mire adjam a Guardian rankomat. Igen? Semmi baj. Egy szövetséges a menübe van. Veled jó lenne diablózni, már most látom. Ott 3 perc alatt a Diablo 2-ben 3 perc alatt megtelítődik a inventory-t. És akkor mindig vissza kéne menni a faluba és ott fél órát inventoriznál. Hát 3-ba is, meg a 4-be is csináltam. Ez az. Dávid testvérszről beszélek most. What ho! Not calling you a hoe, mind you, I'm quite sex positive, just one of my many charming turns of phrase. Na, kettes szintre fölvittük a izét. A nehézséget, úgyhogy most mehetünk nagyon verekedni. Na, most van nekem is ez a szar csík. Pandorkába megyünk, és ide, Konrádra.
Destiny 2-ben is ez volt, mentünk állandóan üríteni a voltot, le tudjuk rakni az utcainkat. Igen, én is mindig olyan emberekkel játszottam Diablo 2-t, akik mindig fél órát inventoriztak, és már ki voltam készülve. Mondom, menjünk már, úgyis minden percben jobb cuccot kapsz, bazd meg. Minden pillanatban jobb cuccot kapsz. De fél órát töltöttünk mindig a faluba a inventory managementbe. It's time to fight! Ezek már így erősek amúgy. Nagyon kemények. Ez így jó lesz. Ez mi ez a fagyos geci kör? Ez minket üt? Igen. Hát de vége van már. A fő sztorinak, a sztorinak vége van, most mellékküldetéseket csináljuk. Kettes szint nehézségen. Ami 400%-kal több életerőt ad ezeknek a buziknak, meg pajzsot, ami a paszt. Úgyhogy most nagyon hardon megyünk. Hard. És nem tudom hányos szintig lehet fölvinni ezt. Alig megy le életig geci, mikor lövöm őket, bazd meg. Ez nagyon durva. Hát amíg Dávid itt van, addig ezt játszok szerintem. Aztán Dávid ilyen fél hét felé megy úgyis. Viszont egy bedesz. Többet sebeznek a verbeim, mint a pisztoly, érted? Lelőtt a turret. Segítség. Úristen, hát ez így nagyon durva. Azért lehet megölni egy embert. Hát ezeket a bedeszeket elég nehéz amúgy. Komoly. Nem vettem észre, hogy annyira dobálná itt arany fegyvereket. Orba szájba. Hát nem, nem azért, az, hogy jobb lootot dob, az nem azt jelenti, hogy mindig aranyat dob, hanem a színek ugyanazok lesznek. Aha, és egy őrző tokent ad, hogyha fölvéz a lila csíp. És itt lefelé kéne valahogy haladni, hogy amíg itt le. Valahol biztos van valami lefelé hára. Ugye megszakítjuk a mapot. Mit kiabálsz? Aha! Ezek meg közben itt kijöttek. Jézusom! Baszki, kijött egy lila geci! Mi a fasz? Segítség! Ledobott és nem tudok vissza. Hova dobott? Szia, ha intott. A menübe, ki? Menübe. Neked már nem az első játék, amiben gyereket csinál amúgy. Prop Knight, Borderland, mi a fasz volt ez? Csak 28 ezeret levett a halálért. Jézusom. Azt, ami nekem egyszer 40 ezeret levett. Jó, ez nagyon baszó a készi. Van egy fekete Miklós, baszki! Esélytelen vagyok ellenük. Úristen!
Még nem is megy. Azt a kurva. Megtaláltam szerintem, hogy hol kell lemenni. Hát te itt se vagy velem. Hát nem vagyunk egy helyen. Egy csapatban. Amúgy. Nem vette részt? Hát én mondtam, hogy szíjjel, ha inkod. És mi nem lész vissza? Hát már nem tudtam. Hát akkor visszaléptem volna. Miért? Miért nem tudtam? Mert egyáltalán nem is láttam. Úristen, mi van itt van, hát nem bírom megölni egy embert. Megint kiírta óra, hogy ideje állni. Ez a fekete még túl túl erő. Ajaj, ajajaj, bazd meg. Ugyan meg a kurva szádban. Hát ez a nagy küzdelemke volt ez most. Na mi mindig nem tudtál csatlakozni? Dávid. Újra kell indítani a játékot, mert adagott a szerverről. Jó, ezek újra fognak spawnolni, hogy húzok innen a faszomba. Jó, ez a kettes szint lehet, hogy erős nekünk ez most itten még. Addig elküldjük a pontokat. Erre 15 tokent kéne gyűjteni, bazd meg. Fegyversebzés. Plusz 1%. Hogy a picsában-e? Nagyon szép fegyversebzés, nagyon jó. Meg kell találnunk a lejáratot. Hogy a faszomba vagyunk itt egy szinten lejjebb? Mi történt? Mi történt? Nem tudok rá csatlakozni. Miért? Most? Hát már azt írja, hogy... Pont utazta most. Azt jelenti, hogy csak simán online vagy, nem játszol ezzel a játékkal. Mi a fasz? És kint sincsenek a izék, ezek a plusz jeleim amúgy. Vagy hagyjuk a faszba. Dávid, és akkor ennyi volt most a Borderland. Mit szólsz hozzá? Hát, akár azt is lehet. Ha úgy is mész, nem? Hát menni kő lassan, ja. Azaz. Akkor én is csinálok egy kávét, meg elkezdjük a Little Nightmares-t. Itt a kicsi rémálmokat akkor. Hú, az pedig mekkora játék. Jó az, jó az. Az kurva jó. Hármat kóba kell nyomni, úgyis jövőre jön ki. Ja, hogy ez kópos lesz? Hát is. Kúpos? Is, abba is lehet, jajaja.
Na jó van, addig még úgyis visz végigviszem majd a kettest is, na mindegy. Köszi szépen a játszmát, a Dávid, a testvér. Én köszöntöm szépen. És jó bevásárlás meg gyereket. Köszi, köszi. Na csöcsi. Halló, halló. Na. Fiúk, lányok és lányok és szerelmes fiúk és szerelmes lányok. Most, hogy így egyedül maradtunk. Itt most így szexuálisan. Little Nightmares-ezni fogunk, amire nem készültem föl. Úgyhogy nincs semmi képen, de mindjárt csinálunk egyet. Ilyen képes valamit. A Little Nightmares-ből néztél streameket és nem értetted, hogy mi történik ott? Na majd itt akkor megértsük. Majd itt akkor nagyon nagy megértése fognak történni. Mert van hozzá magyar felirat is amúgy, csak mondom. Nagy magyar feliratok, meg minden ilyesmi. Egy pillanatot kívánok. És még egy, akkor ilyen két és fél órát be tudunk lökni a játékba. Amúgy nem olyan hosszú ez a játék szerintem, mert 4 óra lehet, úgyhogy azt majd ilyen, hogyha véletlenül streambe kikésünk, vagy megcsinálunk előbb valamit, akkor lehet, hogy fogjuk nyomatni ezt. Na, azt mondja, hogy gyorsan átalakulunk Little Nightmare-ré, és abban a pillanatban... Ta-na-na-na-na-na-na. Pak! Na! Átírom a címet is. A címecskét, pillanat. Azt mondja, hogy addig a zene menjen. Menjen a zene, more! És a felvételtől elköszönünk. Szia felvétel! Legyen nagyon szép!